Páratlan leletegyüttesre bukkantak a Herman Otto Múzeum régészei. A részkori arantárgyakra egy 6000 éves temető feltárásakor találtak rá. A leletek speciális vizsgálatokon esnek át, hogy kiderítsék a pontos korukat és történetüket. Bükkábrány mellett bukkantak kivételes leletre a közelmúltban a Herman Otto Múzeum régészei. Bükkábrány mellett található Mátry erőműnek a lignitbányája, ez látja el lignittel a Visontán található erőművet. 2007 óta tartanak folyamatosan az ásatásokat, amit a Herman Otto Múzeum régészei végeznek. Ez egy igen nagy terület, igazából elmutató, hogy az országban az egyik olyan ásatás, ahol teljes felületű feltárásokat végzünk, nem csak a lelőhelyek kis részletét, hanem teljes egészében a lelőhelyek egészét tárjuk fel, és mentjük meg, mielőtt a helyszínt a bányatermelés utolérni. Ezen a környéken a lignit bánya területén találták 2007-ben azokat a 7 millió éves ősfákat, amelyeket a múzeumban lehet megtekinteni. Olyankor, amikor egy világjárvány miatt nem kénytelen bezárni a kulturális intézmény is a kapuit. Az elmúlt több mint 10 év során nagyon sok minden került elő. Ez abban elmondható, hogy 7000 év táblatában nagyon sok minden. Az újkőkortól kezdve egészen részkoron, római koron át az Árpád-korig behatárolhatólag nagyon sok minden, főleg településeket találunk és azok emlékanyagait, de akadnak temetők is szép számmal. Legtöbb az a római császárkor időszakából, ezek főképp a szarmati népcsoporthoz köthetőek. Maga a szarmaták népcsoportnak a megléte is nagyon jelentős, ez főleg ahhoz is köthető, hogy a hírhet csőrszároknak a vonala is itt a bánya területén fut. A régió kiváló földrajzi adottságai évezredeken át kedveztek az emberi megtelepedésnek. Számos régészeti korszak egykori településeit, temetőit tárták már itt fel. Ezúttal egy részkori népességhez tartozó temetőt találtak 34 sírral. A szakemberek Bodrog keresztúri kultúra néven illetik őket. Külön róluk még nincsenek írásos emlékek, csak a használati tárgyak mesélnek arról, kik is lehettek ők. Azok viszont mesélnek. Elsősorban a női ékszerek ezek. Nagyon ritkán fordul elő, hogy férfi sírokban kerül elő hasonló arany. Ami a legkisebb tárgyunk, azok nyakláncnak a részei. Itt több kisebb összetekercselt aranylemezről van szó, meg két mészkőgyöngyről. Ezek az egyik halottnak a nyaka körül kerültek el, innen tudjuk igazából, hogy ez nyaklánc. És ugye, ami úgymond a vezérleletünk, azok mindig párosával szoktak, vagy általában párosával szoktak jönni. Ezek a karikás alakú lemezcsüngők. Nagyon jellegzetes erre a korszakra, és erre a kultúrára. Ezért is mondjuk ezt vezérleletnek, ez a bodrogkeresztúri kultúra, amiről beszélünk. Sajnos a nevüket nem tudjuk, mert nincs írásos forrás, csak a tárgyak alapján tudjuk behatárolni ennek a népességnek a korát. Emellett az is kideríthető a leletekből, hogy hol laktak, merre mozogtak akkoriban. Az avatott szemeknek sokkal több dologról mesélnek a tárgyak. 6000 év táblatából ez a bodrogkeresztúri kultúra az, amely nagyjából elsőként használta például az aranyat. Főként ékszerként hasznosították. A nyersanyagot valószínűleg a Kárpát-medencéből szerezték be, felszíni érz gyűjtése és aranymosással. A legtöbb sírban, itt az Alföld területén, ahol a bodrogkeresztúri kultúra jelen van, ilyen karikás aranycsüngők kerülnek elő. És ezekből is többfajta változat van. Van, ahol nem is karika van, hanem teljesen lemez, nincs átlyukasztva. Van, ahol nagyon kicsi a karika, és van, ahol, mint a másik sírunknál előkerült, párocskánál, itt meg nagyon nagy a karika. Ugye ezeknél ugye látszik a függesztőtag, ahol felerősítették az anyagra, rajtuk a négy átlyukasztott szegecslyuk, és mindegyiken látható kettő vagy négy ilyen poncol dudor. Ezek is a díszítménynek a részei,
kutatás azt mondja, hogy maguk ezek a karikás csengők egyfajta nőszimbólum, egy női alakot formáznak, és ezek a kis dudorok lennének a nemi jellegek. Másik vezérlelet, ami nagyon sok helyen előkerült, és itt nekünk szerencsénk volt, mert itt is párba kerültek elő, viseleti helyzetbe, tudtuk, hogy hol hordták ezeket, ahogy feltártuk a sírokat. Nagyon sok helyen az országban csak egy darab kerül elő. Ezt nem tudjuk, hogy igazából miért van pontosan, de nekünk szerencsénk volt, mert nem csak kettő, hanem volt egy nagyon kicsi is. És még volt egy pár, ami előkerült. Ezekről a vezérleletekről nem lehet biztosan tudni, hogy micsodák, de a sírban való helyzetük sokat elárul a funkciójukról is. Valószínűleg egyfajta csüngők voltak, szövet vagy bőrdarabról lóghattak, így díszítve viselőjüket. Biztosabbat azonban további vizsgálat állapít majd meg. Az egyik síranyaga az teljesen meg van tisztítva, a másik sírnak még nincs megtisztítva, mivel szeretnénk tovább vizsgálni ezeket a tárgyakat természettudományos szempontból is. Vettünk földmintákat, és azokat is szeretnénk bevizsgálni, valamint C14-es vizsgálatokat is szeretnénk, hogy a pontos kort tudjunk adni róluk, valamint ezekről a kúpos alakú csüngőkről, hogy megismeressük, hogy igazából mire voltak ezek felaplikálva. Ezekből szeretnék a Földet megvizsgálni mikroszkóp alatt. Van esetleg valamilyen szövetszál, vagy bármilyen anyag, ami segíthet minket megérteni, hogy hogyan is hordták ezeket pontosan. Annyit el tudunk mondani, hogy maguk a karikás csüngők, azok a halánték környékén voltak felerősítve. Ezek a kúposak meg valamivel lejjebb. A sírban lévő helyzetük alapján a vállak környékén hordták őket. Az arany státusz szimbólumként jelent meg akkor. Ritka anyag volt, presztízst jelentett, ha valakinek ilyen ékszere volt. Ezek a tárgyak a egykori társadalmat tükrözik. Ugye már az is egyfajta nyom volt, hogy a temetőnek a központi részén voltak ezek a sírok, nagyon közel egymáshoz, szinte egymás mellett. És nem csak a fém mellékletek mutatták azt, hogy ők nagyon gazdagok, hanem ugye a női sírok nagyon sok erényt is tartalmaztak. Két arany mellékletes női sírban a gyöngy karkötőket is találtunk. A férfi sírban a részcsákányon kívül csiszolt kőbalta volt, valamint egy nagyon méretű kőpenge. Nagyon sok sírból került elő kőpenge, ezek általában a férfi síroknak voltak a jellegzetességei, és azt is sikerült megfigyelnünk, hogy a központi részen a temetőben ezek a kőpengék import eredetűek. Ezt úgy értem, hogy nem helyi nyersanyagból készültek, hanem Lengyelország területéről hozták a köveket, amiből ezeket készítették, vagy magát a készterméket. Ugye ezek alapján pedig már nem csak a társadalomra tudunk következtetni, hanem nagyon picit így a gazdaságra is, valamint arra, hogy milyen kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezett ez a népesség itt. Ezen a területen nagy eséllyel tehetősebb kis csoport élt. A vizsgálatok még ugyan tartanak, de előzetesen annyi már talán látható, hogy a központi síroktól távolodva egyre kevesebb tárgy került a halott mellé, és az ottani pengék is már helyi nyersanyagból készültek. A feltárt temető különlegessége, hogy egy rangos férfi temetkezés is napvilágra került. Neki azonban nem aranytárgyai voltak, hanem egy pattintott kőpengéje, egy csiszolt kőbaltája és egy 2 kilós részcsákánya. Ez utóbbit inkább egyfajta jogarként használhatta, mint sem tényleges szerszámként. Hogy itt a bányában ilyen mennyiségű, így koncentráltan még nem került elő. Az pedig, hogy hogyan találjuk meg, hát kell hozzá maga a régészeti munka aprólékos módszertana, valamint fémkereső is. Több tárgyat fémkereső segítségével találtunk meg, ebben Bacska István műszeres leletfelderítő volt segítségünkre.
Miután pedig már tudtuk, hogy igazából mit is keresünk, utána már kicsit könnyebben és nagyobb odafigyeléssel voltunk a sírok kibontása során. A terepen egy egész csapat dolgozik az ásatások idején, a vezető régész munkáját sokan segítik. Az ásatási stáb az úgy néz ki, hogy van egy régész, aki vezeti az egész ásatást, az egész projektet, és rajta kívül még a terepen dolgozunk technikusok, és ugye minden olyan jelenség, ami előkerül, mindenről készítünk rajzokat, fotókat és leírásokat is. A részletes leírásokat csinálják általában a régészek, de a rajzokat, fotókat, ezeket a technikusok szokták elkészíteni. Mi szedjük össze a leleteket, csomagoljuk el őket, és így szállítjuk a múzeumba. Rajzolni nagyon szerettem már gyerekkoromban is, és középiskolában is egy művészeti suliba jártam. És igazából akkor megtetszett a régészet, elkezdtem így utána olvasni, hogy egyáltalán így Magyarországon milyen lehetőségek vannak ebben, és így sikerült összehozzom azt, hogy rajzolhatok is, és ásatáson is vagyok, és néha már a megtisztított és restaurált leleteket is lerajzolhatom. A munka pedig nem áll meg, tervben vannak rádiókarbonos kormeghatározási és további természettudományos vizsgálatok is, amelyekkel pontosan meg lehet majd mondani, mikor temették el, és milyen kapcsolatokkal rendelkeztek-e részkori közösség tagjai.